Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió híradója, már is mutatjuk legfontosabb híreinket röviden. Konferencia. A vízről, mint a 21. század legfontosabb kincséről tárgyaltak ma a szakemberek. Befejezték, az autósok már használhatják az új úttestet Kiskanizsán. Napfürdő, sokan élvezték ma is a vénasszonyok nyarát. Találkozott az ipar és a tudomány a 21. század legfontosabb ásványkincséért. A Sósernő Víztechnológiai Kutatófejlesztő Központ 4. alkalommal rendezte meg tudományos konferenciáját, amit minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezett. A főbb témák ezúttal az ipari víz és szennyvízkezelés legújabb fejlesztései és vívmányai voltak. Több mint 200-an regisztráltak az alakarosi rendezvényre, köztük nemzetközi kutatók és szakemberek is. Mi megoldásokat keresünk a felmerülő problémákra, és a problémák gyakorlatilag megközelítését szeretnénk tálalni, mind ipari, tudományos, illetve a szolgáltatási szektor részére. A központ egyik legfontosabb feladata a víztechnológiát kutató fiatal szakemberek támogatása. Ezért évek óta pályázatot hirdetnek az ifjú kutatódíjra, melyet PhD kategóriában ezúttal Bakos Vince nyert meg. Kutatásom fő célja az volt, hogy biotechnológiai megközelítéssel olyan új eljárásokat és technológiákat fejlesszek és vizsgáljak, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a mai kor szennyvíztisztítási tervezési és üzemeltetési kihívásainak megfeleljenek. A fiatal kutatók szerint is példaértékű a szakmai munka a Nagykanizsai Víztechnológiai Központban. Bíztatnám a többi hallgatót is, hogy minél többször vegyenek részt, hogyha van lehetőségük így ipari tekintetben a tudományos munkában, hiszen ez nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy ilyen kutatóközpontok szintén nagyon fontos, hogy nyíljanak és létrehozzanak ilyen kutatóközpontokat az ország több területén is, mint amit Nagykanizsán működik. Az egésznapos tanácskozás egyik legfőbb célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudomány és az ipar képviselői között. A szervezők azt tervezik, jövőre is megtartják a Nemzetközi Tudományos Konferenciát. Elkészült az új úttest az Őrtorony utcában és a Templomtér északi részén. A szakemberek ma az utolsó simításokkal is végeztek, kialakították az új útpatkát és eligazították a csatornafedelek környékét. A Kiskanizsai útszakasz felújítására mintegy 18 millió forintot fordított a városüzemeltető cég. Mint arról korábban beszámoltunk, nem csak új aszfalt szőnyeget kapott az út, hanem új alapszerkezetet is. A munkához egy olyan speciális technológiát használtak, amellyel a régi úttestből a helyszínen készült betonminőségű új útalap. Ennek az eljárásnak az előnyei közé tartozik a költséghatékonyság és a gyorsaság is. Gyakorlatilag ezt a 3200 négyzetmétert ezt egy hét alatt elvégezte a kivitelező, úgy, hogy minden délután a lakók megközelíthették a saját ingatlanjaikat, tehát behajthattak az ingatlanra, és hétvégén sem történt munkavégzés, tehát ez sem zavarta a lakosságot. Én nagyon szépen köszönöm egyébként mindenkinek a türelmét, hiszen hozzánk a Viakanizsához a lakosság részéről semmilyen reklamáció, probléma, bejelentés nem érkezett a kivitelezéssel kapcsolatban. Javaslatokat vár az önkormányzat, hogy mik kerüljenek a kanizsai értéktárba. Olyan tárgyakat, eszközöket, ételeket, szokásokat lehet jelölni, amelyek kizárólag Kanizsán és település részein találhatók meg. A helyi értéktárban jelenleg a miklósfai kerekrépa, a kanizsai dödölle és a kanizsai bor és dödölle fesztivál szerepel. A városnak a honlapján, a nagykanizsa.hu honlapon megtalálható ez a felhívás, amelyben a város lakosságát, szervezeteit, egyesületeit, civileket szólítunk meg, hogy mindazon érték, ami városunkhoz, Nagykanizsához köthető, vagy egy városrészhez köthető, éljenek ezzel a lehetőséggel, és majd egy bizottság fog dönteni arról, hogy ez bekerüljön a helyi értéktárba, vagy nem. Nyomáscsökkenésre és esetenként vízhiányra, továbbá forgalmi rendváltozásra kell számítani a hosszú hétvége alatt a Zárda és az Rínyi utcában. A területen a Dél-Zalai Víz és Csatornamű ZRT szakemberei az ivóvízhálózat karbantartásán dolgoznak majd. Szombat déltől hétfőn estig ivóvíz rekonstrukciót végzünk a Zöld Város projekt keretében. Ez mind forgalomkorlátozásban, mind ivóvízszolgáltatásban érinti a lakosságot. Forgalomkorlátozás terén a Zrínyi utca egyirányúvá válik a Királyúti körforgalomtól a postáig.
táblával segítjük a közlekedőknek az eligazodást, illetve ivóvíz szolgáltatásban az Árda utca Nagyváti lakótelep és a Zrínyi utca jelentős részét érinti ez. Itt is igyekszünk ideglenes ivóvízellátási pontokat kialakítani. Két aranydiplomával tért haza Olaszországból a Városi Vegyeskar. A Rivadeg Gardában megrendezett nemzetközi kórusfesztiválon és versenyen több mint 30 kórus szerepelt, Magyarországot három művészeti együttes, köztük a Nagykanizsai Kar képviselte. A Cseke József vezette csoport amatőr vegyeskar és egyházzenei kategóriában is aranyminősítést kapott. Még énekelnek velünk olyanok, akik ezt a kórust 40-42 évvel ezelőtt alapították. A kórus életében ez az első alkalom, hogy nemzetközi, vagy egyáltalán verseny, hogy arany diplomát kapott a kórus. Tehát el nem tudom mondani, hogy tehát én is eléggé meghatódtam, amikor úgy láttam ezeket az úgymond idősebb, de még nagyon aktív, szellemileg és fizikailag aktív kórustagokat, hogy hát tényleg könnyekig meghatódtak, hogy számukra ez egy beteljesedése volt, ennek a nem túl rövid időnek, hogy hát igen, akkor föl lehet jutni a csúcsra így is. Megnyílt a Bárhogy lesz, ne legyen akárhogy című fotó és dokumentum kiállítás a Kiskanizsai Általános Iskolában. A Nagykanizsai Kultúrkör Egyesület által összeállított tárlatot korábban már a HSMK-ban is lehetett látni. Pereg az ősz, őszben a levél, vérbe pereg az ősz, őszi vérbe pereg a levél. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára tavaly elkészített kiállításanyag érkezett a Kiskanizsai iskolába. Ennek a kiállításnak az is a feladata, az is a funkciója, hogy igazándiból a helyi eseményeket is bemutassa a gyerekeknek, hiszen őnekik ez már történelem, nekünk is, a mi szüleinknek és az ő nagyszüleiknek viszont még egy élő dolog volt. A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja. 1956 örök tanúsága, ezt mondták már sokan, de ezt tegyez meg, hogy nem szabad félni. S vannak örökifi hősök, akik példaképpé is válhatnak, mert hivatalos lendülettel szétverték az agyunkat és szívünket meg nyomasztó félelmet. A kiállításon Kerecsényi Edit néhai múzeumigazgató fotóit és korabeli dokumentumokat is láthatnak az érdeklődők a Kiskanizsai iskolában. Sokan napfürdőztek ma is a városban, a hűvös szeptember után kevesen reménykedtek abban, hogy még visszatér a kellemes idő, de a vénasszonyok nyara idén sem maradt el. Egy héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy egy kanizsai család kertjében virágzik az ibolya, és beérett egy dinnye. A napsütéses ősz azóta is tart, de már csak rövid ideig élvezhetjük. Az elmúlt napokban így ma is 20 fokos meleget hozott a vénasszonyok nyara. A napsütést igyekszik mindenki kiélvezni. Jól érzem magamat ide, ki nem a zárt lakásban vagyok, és akkor van társaság, mert az általában mindig van, és akkor beszélgetünk, egyik is mond valamit, a másik is, és akkor elmegy az idő. Az Erzsébet téren is sokan napfürdőztek, például a Györkös házas pár. Nagyon ki is használjuk, már nagyon jót tesz ez a egészségnek is, meg jó itt kint az emberek közt, embereket lát, ismerősöket. A meteorológiai előrejelzések szerint már nem tart sokáig a nyárias ősz. A hétvégén megérkezik az eső, október 23-án pedig a zápor mellett viharos szélre is lehet számítani. Lejátszotta első őszi mérkőzését a Vadmacskák. Ebben az évadban mindkét kanizsai női kosárcsapat az NB2-ben indul. A tavalyi NB1-B-s szereplés után egy szövetségi határozat miatt kénytelenek voltak a kanizsai vezetők arra a döntésre jutni, hogy egy osztállyal lejjebb vágnak neki a 2017-2018-as bajnokságnak. Gőzerővel készülnek a kanizsai kosarasok az NB2-es szezonra. Az osztályváltásra a játékosok fiatal életkora miatt volt szükség. Augusztus 8-án mi beneveztünk a bajnokságba, befizettük a nevezési díjat. Augusztus 8-án összeült az elnökség, ahol az utánpótlás bizottság kérésére
a 2003-as, 2004-es születésű kadett korú, illetve serdülő játékos nem engedtek indulni, nem adtak játékengedélyt az NB1-re, és így kénytelenek voltunk visszalépni. Hónapok óta nem játszott tétmeccset a Vadmacskák, így a csapattagjai lelkesen várták a kaposvári gyakorló ese elleni mérkőzést. Már nagyon régen játszottunk, ugye májusban utoljára. Hát izgulunk nagyon, de mindent meg fogunk tenni a győzelemért, amire remélem, hogy sok esélyünk van, és majd májusban a végjátékban minden jobb helyen vagy helyezést érünk el. A Vadmacskák 48 ponttal verte meg ellenfelét, a bajnokságban jövő héten debütáló Kanizsa Diák kosárlabda klub játékosai is hasonlóan jó kezdést remélnek. Híradónk végén nézzük meg újra legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Konferencia. A vízről, mint a 21. század legfontosabb kincséről tárgyaltak ma a szakemberek. Befejezték, az autósok már használhatják az új úttestet Kiskanizsán. Napfürdő, sokan élvezték ma is a vénasszonyok nyarát. Ez volt a Kanizsa Televízió híradója, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!